Szép jó estét mindenkinek! Nagy örömmel hallottam Laci bevezetőjét. Egy ponton arra gondoltam, hogy még hallgat, még hallgat, és utána felemel egy szálvirágot. Úgyhogy, ha az a templom élettel, mindennapi élettel kapcsolatban bárkinek van kérdés, akkor bátran tegye fel. egy, fel. egy ilyen gonosz materiális a világban élünk, úgyhogy én azt kérdezném, hogy a a, mi a helyes percepciója a szangának, így a pénzzel, a nagyobb méretben és értékben is nagyobb tárgyakkal, mert nyilván így a pénznek nem sok köze van a zenhez. Miért ne? Ugyanannyi köze van, mint a trágyának, a falevélnek vagy a paradicsomnak. Igen, illetve ugye így adományokból is él a templom. Tehát így ez lenne a kérdés, Hogy? hogy? Mennyi adományra van szüksége? Amennyit adsz? <laughs> ez, ez rengeteg oké szóval, hogy Hogyha ilyen dilemmák előtt áll az ember, hogy valon fejest ugorjon-e olyan tárgyak birtoklásába, ami ugye szintén birtokolja őt, akkor mi a helyes megközelítés ez a kérdés? Nem a tárgy birtokol téged, te ragaszkodsz a tárgyhoz. Volt már olyan, hogy a kedvenc MP3-as lejátszódra ránézt és azt mondod, elengedsz? És rádugrott, kijött a hangszóró, vagy nem. Tehát mi ragaszkodunk a tárgyakhoz, mert valamilyen szinten azonosulunk velük. És kész. Ha meg megszülünk azonosulni velük, akkor akár másra is felhasználhatnánk, mint személyes boldogságkeresés, és mert a birtoklásban nincsen sok. Még talán a vásárlásban van egy bizonyos hormontartalom, ezt lemérték, hogy amikor elmész shoppingolni, és a vadász ösztöneid ugye a pénztárig terjednek, akkor fogod magad, és levadászol egy tárgyat a sok közül. És a megkülönböztető akarat távcsöves puskájával kilőtted azt, amit venni szeretnél, és hazavitted. És a kibontás az olyan, amikor megnyúznak egy állatot, és akkor minden megjelenik eszmetlen birtoklás ösztönünk van, egyszerűen azért, mert azt tanultuk, hogy ettől maradunk életben, hogy tárgyaink vannak, azokat használjuk. Aztán, ahogy ezt mondtad egy szép szófordulattal, a tárgyak kezdenek el használni minket, úgy tűnik nem. Mi kezdtünk el beleülni a helyzetbe. Mi kezdtünk el ragaszkodni hozzájuk. Na, ilyenkor kell vándorolni. Ilyenkor kell a komfortzónából kilépni. És a tárgyak megvárnak, én emlékszem, hogy 7 évet töltöttem így külföldön, egy év Amerika, hat év Korea, és a szüleim pont úgy őrizték meg a szobámat, ahogy ott hagytam, néha leporolták a tárgyakat. És azt remélték, hogy visszaérek, és a régi otthonos érzés majd valami lényeges változást, vagy visszaváltozást fog elindítani bennem. Elindított egy teherautót, amit én rendeltem, és felrakadtam rá mindent, főleg a könyveket, és ez pedig irány az antikvár bútorok, az pedig irány a gyermekfaló, amelyet a mai napig unokatestvérem üzemeltet, és meg lehetett szabadulni az egésztől úgy, van. Az igazi kérdés az, hogy ha pénz, ha bútor, ha kocsi, ha kriptovaluta, akkor mit szolgál? Szolgál-e valami nagyobbat, mint te? Mert hogyha nem, akkor megálltunk, akkor szépen belekövesettünk a birtoklásba, és nem tudjuk meghaladni azt a tényt, hogy valami a tulajdonunkban van. És akkor tényleg azt érzed, hogy rádomlik a palota. Holott te vagy a herceg. Szolgál-e valami mást a név és a forma, mint a tulajdonost? Tehát ehhez kell egy önzetlen magatartás, és ehhez kell egy olyasféle hozzáállás, hogy igen, valami nagyobbnak a részei vagyunk, szolgálja tehát a, a vagyonunk is, vagy a vagyonunk egy része ezt a nagyobbat. És ez nem azt jelenti, hogy akkor, na, akkor odaadtad az összes pénzedet az összes koldusnak, és akkor te is koldus lettél, ez nem életszerű, ez nem valami, amit az emberek mostanában bevállalnának. Tehát mit szolgál a vagyon? Hongkongban volt egy darma beszéd, ahol mondjuk egy étterem tulajdonos az nagyon-nagyon sokat tud keresni. És egy olyan kínai születésű és perfekt angolsággal beszélő ember, aki az egész család budista megkérdezte, hogy szoném, nekem nyolc éttermem van. Az baj. És erre azt mondta a semmi baj, de mit csinálsz a profittal? Azt szeretném kérdezni, hogy mondtad, hogy egy év Amerika, hat év Korea, mikor Magyarországra visszajöttél, akkor az hogy jöttél vissza, illetve az, tudom, hogy Sung San zenmesternek ehhez kapcsolódva kiadták, hogy te mész vissza egy nyugatra a tant. Te hogyan jöttél Magyarországra vissza? Repülővel. Mi, milyen feladattal, és, 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 hogyan, hogyan kezdődött ez az egész, hogy most ott tart, hogy épül egy új épület, és lehetőleg több is? Hát gyakorlatilag úgy, hogy amikor tanítóvá avatnak valakit, a zenmester azt mondja, hogy három évig ne költöz. Utazhatsz, de nem költözhetsz. Te döntöd el, hogy hol leszel. És én akkor nagyon sok okból kifolyólag Magyarországot választottam, úgyhogy én ezt bárhol tudom csinálni. Tehát meghúzom a kioldozsinort, földet érek a kis ejtőernyőmmel, és fél órán belül indul az gyakorlat. Semmi gond. Viszont a szanga is, a család is, és én magam is olyan állapotban voltam, hogy itt akartam lenni, és azt a magyar karmát, ami a születéssel megmutatkozott, azt megfelelő módon szeretném a mai napig felhasználni. Az, hogy a szanga milyen állapotban volt, azt azért nem mondom, mert hát azt újra kellett teremteni. 2000-ben is, 2011-ben is nagyon sok átmeneten mentünk keresztül. Hogy a család milyen állapotban volt, arra csak az a jelzés, hogy 2000-ben hazajöttem, és apám 2001-ben meghalt, tehát súlyos beteg volt és Szungszenzen mester pedig aktívan már 2000 tavaszától nem tanított. Tehát felmentünk a szobájába leborulni előtt a visszavonulások kezdetén és végén, de az, ami az elképesztő novum volt, hogy minden reggel 99 őszéig, hat éven át följött az enterembe, tiszteletünket tettük egy leborulással, és egy kohant felolvastunk, és kérdés-válasz volt. Bármilyen kérdést föl lehetett neki tenni, akár koannal akár mással kapcsolatban. Hát ez a mai napig a koreai buddhizmusban nem fordul elő. Tehát egy ilyen kaliberű zenmester az nagyjából az elérhetetlen mennyei istenség kategóriájába megy a konfuciánus rankorság miatt. De ő ezt úgy haladta meg, hogy a konfuciánus rendszert nem akarta lebontani, hiszen Koreában élt el az életének utolsó tíz évét úgy, hogy néha utazott, de már nem költözött vissza Amerikába, és nem töltött heteket, hónapokat az úton. Úgyhogy a koreai helyzet is, a magyar helyzet is azt mutatta, hogy nekem itthon kell lennem. Amikor hazaértem, akkor semmi más nem volt, mint pár ezer dollár, és egy nagyon nagy elhatározás, hogy én ezt folytatom. Mert hogyha a nagymestertől ilyen bizalmat kap valaki, amelyet úgy hívnak, hogy tanítói felhatalmazás, kínai koreai inka, akkor tessék megfelelni a feladatnak. Ezzel különösebb probléma nem volt, tehát elképesztő motivációt éreztem, megnéztem, hogy mit tudunk tenni, hát azt tudtam tenni a javakkal és a motivációval, hogy beköltöztünk a Körés utca 14-be, amely külső Józsefvárosban van, a régi Kálvária, most már második János Pál Pápa tér tőszomszédságában, ahol rengeteget tanultunk. Három éven át. És ez a három év pont így telt el, hogy nem költöztem, de utaztam. Egyet bánok csak, hogy a 2001 és 2 telén nem voltam kint Koreában. Tehát az az egyetlen hiátus a 90 napos téli elvonulásokat illetően, és annyira komoly hiányérzetem volt, hogy azt mondtam, hogy akármi legyen, én életem végéig 90 napokat szeretnék ülni télen. Kész. Amíg a test és tudat bírja. Ezt tolni kell egyszerűen azért, mert a szerzetesnek ez a nagy javítás, A szerviz, az olajcsere, a futómű beállítása, minden. Minden. És 2002 3 ban kim voltam Koreában így, vittem négy tanítványt, abból kettő szerzetesnő lett, kettő maradt világi, és hát akkor látszott, hogy Sun mester amennyire elképesztően tiszta tudattal bír, fizikailag annyira kevés van már hátra neki. És 2004-ben a Nirvánába is költözött. 2003-ban, amikor letelt a három év, akkor felmerült a kérdés, már az ottani elvonulás tapasztalatának a birtokában, hogy hol to hova tovább és ide tovább. És most visszakanyarodnék egy kicsit a születéshez. Elképesztő sokat kapunk egy kultúrától, egy társadalomtól, a szüleinktől, a barátainktól, az ellenségeinktől, úgyhogy nem is veszük észre. És ezt valahol illő, magasabb szintre emelni, mint egy puszta köszönöm, vagy egy hála. És a legmagasabb szintű viszonyzás az a darma. Marti, darma. Úgyhogy az volt a gondolatom, hogy nem költözöm vissza Ázsiába, mert nem láttam értelmét, hanem annak láttam értelmét, hogy itt maradok, és az európai, és így egy kicsit a megnyiló nemzetközi tanító terekben tevékenykedem. Viszont azt nem akartam, hogy Budapesten építsünk egy nagyobb központot, sem az árak, sem a természet hiánya. Nem tette ezt lehetővé. Tehát nagyon világos volt, hogy ha ezt szeretném folytatni, akkor a templom kell, ha a templom kell, akkor vidéken, ha vidéken, akkor Pesthez valószínűleg közel, ha így van, akkor csak a Pilis. 2003 őszén, így ahogy letelt ez a három évvel, elkezdtük keresni a templomot, 2004. szeptemberében meg is találtuk. De szerintem inkább a hely talált meg minket. Hát itt, hogyha kimész két kilométert, találsz ilyen hatalmas nagy legelőtt, most már kerítésekkel, meg lovakkal, meg házzal, a mellett volt egy felajánlott föld. Annyit tanultam Koreában a hegy és vízrajzról, hogy megfelelő helyre kell tenni a templomot ahhoz, hogy a természet energiájával egyensúlyban legyen. És akkor kölcsönösen tápláljuk és tisztítjuk egymást. Ha nem, akkor kölcsönösen lerontjuk egymást. Úgyhogy az a hely az nem volt jó. És jöttem kifelé, és egyszer csak itt spontán, ahol most a lejáró van a téglaházhoz, ott megálltam az autóval, bementem középre, ahol most van egy ilyen kis stúpa, meg imazászlók és hasonlók, és ott körülnéztem, és egyszer nem hittem a szememnek. Skatujából kihúzott teljes szimetria. És egy rendkívül jó érzés, ami miatt sokotok visszajön ekkor indult a projekt, amikor azt mondtam 2004. szeptemberen, igen, akkor hozzuk ki a szanga tagjait. És akkor egy ópáran kijöttünk, megnéztük, és tudtam, hogy a bologatások, lelkesítő válveregetések és egyebek mellett, ezt nagy részt nekem kell majd csinálni, de rögtön mondom, hogy a szanga aktív része nélkül sem értelme, sem lehetősége nem lett volna a megvalósulásnak. Tehát azt tudtam, hogy vinni kell a primet és beletenni azt, amit lehet a családi örökségtől kezdve, az időig, energiáig, odafordulásig, elszegődésig, a hitig, mindent. Hát ez nem volt kérdés. És nagyon sokszor nem láttunk egy lépésnél tovább, hogy hogyan még egy lépés, és még egy is. 2005-ben elkezdtük venni a földet, és szép lassan, darabról darabra, itt több mint 20 tulajdonos volt a 6 hektáron. És 2006-ban indult az építkezés, ezt a támogató épületet építettük meg először, egy építési javaslatra. Most képzeld el, hogyha az van, amit én akartam, akkor ahol most az interjú szoba és az apátlak van, ott kellene az összes zuhanynak, vécének és a konyhának lennie. Hát az elég szűkös lett volna így visszanézve viszont a későbbiekben sokkal könnyebb lett volna legalizálni, mert ezzel úgy meghaladtuk olyan jó nagy mértékben a beépíthető helyet, és 2007-ben aztán felhúztuk ennek az elődjét ugyanebből az anyagból, de amíg váz állapotában volt, addig egy lakósági bejelentésre kijött a hatóság. Úgyhogy itt álltunk jogilag egy védhetetlen pozícióban. Az ügyvéd azt mondta, hogy le kéne bontani, mert nem tudunk vele mit csinálni, csak baj lesz, és még nagyobb baj. Úgyhogy lebontottuk, és egészen két és fél éven át itt ez a kátránypapíros betonplac volt, és mögötte a támogató épület, az összes vizesesség, és ott a téglába gyakoroltunk. Ott is aludtunk, volt olyan az első év volt, hogy ott is főztünk. Nagyon érdekes a történet, mert Doc is elég sokat tudna mondani, ő pont lemaradt a Kőrés utcáról, és amikor a Bajzó utcába költöztünk, akkor ő imáimat meghallgatva az égiek által oda rendeltetett egy debreceni könyvesboltba, és ott meghallotta azt, aminek később csak azt mondta, hogy hm, végre valaminek van értelme, és akkor jött, és csinálta. Nagyon sok ember segített, segít, és szerintem segíteni is fog, hogy ez működjön. Itt Szunk mester eredeti jövőképe kezd kirajzolódni, hogy hogy lehet kultúrákat, identitásokat, vallásokat teljes tiszteletben tartani, tudomásul venni, és mégis meghaladni. Tehát szerintem a társadalom azon részének, akik nem értik, hogy itt mi folyik és miről van szó, azok amiatt aggódnak, hogy az emberek elveszítik önmagukat, és valami szürkévé válnak. És akkor ilyen identitást vesztett robotokként itt mászkálnak jobbra-balra, hogy fölülről valami láthatatlan, vagy kevéssé látható hatalom kontrollálja őket. Hát most a fogyasztói társadalmat írtam le gyakorlatilag, de a helyzet az, hogy amíg az ember úgy ki nem próbálja, hogy itt miről van szó, addig nagyon kevéssé szerezhet valós ismereteket vagy tapasztalatokat a templomi életről és a meditációról magáról. Ezért is tesszük fel a YouTube-ra az összes tanítást. Ez teljesen példanélküli, és ha a tisztelt hallgatóság elhiszi, nem a személyes ambíció vezérel, hogy a találati listán én előbbre kerüljek. Meg hogy az arcom nagyon sok órán keresztül látható legyen egy ilyen deszka háttér előtt. Egy dolog vezérel, hogy ő belőle nagyon keveset vettünk fel. És akkor nem én voltam a főnök, mihelyt én olyan pozícióba kerültem, hogy például irodavezető lettem a Szóli központban, azon nyomban a legjobb uh, ilyen felvevőt megvettem egyetlen mondatra, hogy most már azért tényleg föl kéne venni reggelente, amit mond az öreg, a nagymester. És akkor Hongkongba bevásároltuk a legmodernebb szonit, és akkor kazetták, és osztottuk, és szoroztuk, és ez a mai napig megvan ez az anyag. Ez óriási kincs. Egyébként maradt egy pár könyv utána, de soha nem éreztem azt, hogy kellően reprezentálva lenne a tanítása. Úgyhogy akármilyen szintűnek is látszik az utódlás kívülről, azt megfogadtam, hogy nem vész el az a korpusz, amit ő tanított, és kész. És ezért van az, hogy minden, amit csak tudunk, szépen digitálisan kifazonírozva, oda lesz téve a publikumnak, ingyen. Hogy lásd és hald. Nagyon sokotok most nem ülne itt, hogyha nem lenne YouTube, és nem látnátok rajta ezeket a tanításokat. A templom az szerintem valami olyasmiből fakad, amely az a fajta segítségnyújtás, hogy mi a legmagasabb szint, amire az emberiséget föl lehet emelni, vagy meg lehet mutatni az irányt, és esetleg, ha követi, akkor tényleg minőségű változás van. És ez a megvilágosodott tudat. Hogyha a megvilágosodott tudatot elérné az emberiség, akkor gyakorlatilag megszüntethetnénk minden olyan szenvedést, amit az emberek okoznak. Hát holnap fogadalomtételi ceremónia van, és az öt alapfogadalom az, amelyet hogyha mondjuk megtartanánk, nagy részt, akkor az emberiség szenvedésének kb. 90%-a az eltűnne. És maradna csak a születés, öregség, betegség, halál nagy négyese, és az összes többivel, amiért egymást börtönbe zárjuk, meg amiért kiirtjuk a faunát és a flórát, az gyakorlatilag megszűnne. Lehet ilyen tudattal is élni. Fel lehet emelni magunkat és másokat erre a szintre? Ez lehetséges. Elképesztő konfliktusok tépázzák ezt a Földet, olyan 150 éve kezdett el úgy nagyon beindulni, a két világháborúval turbóra kapcsolt, és azóta se si állt le, hogyha körülnézel. Nem mehetünk ki könnyes szemmel, nincs hova. Tehát valamit magunkon és a világon olyan szinten kellene változtatnunk, hogy ugyanezeket a konfliktusokat ne termeljük újra se az egyénben, se a párkapcsolatban, se a családban, se a különböző csoportozatokban, amelyek végül is az össztársadalmat adják. Ez egy minőségi változás kell. Ez az a hely és a hasonló helyek, ahol ezt el lehet érni. Ezért tartjuk fent, ezért bővítjük, ezért építjük meg jövőre a nagy meditációs termet, akármennyibe kerül, akármibe kerül. Mert hogyha ezt nem csináljuk meg, akkor azok a magvak, amelyek az új generáció hitéből, tisztaságából, helyes akaratából és irányvételéből vannak, azok elsorvadnak, azok nem hajtanak ki, vagy valaki vető ledarálja őket, és a fogyasztói társadalom oltárán szépen föláldozza valami kenetben fontos az, amit bármelyikünk tesz vagy tehet a megvilágosodásért. És ez nem egy abstrakció. A transzcendens bölcsesség nem absztrakt és elvont. Ez tapasztalható és nem tudható. És ezért gyakorlunk, és ezért próbálunk segíteni egymáson. Egyik dharma beszédetben a karmát egy nagy jéghegy, jéghegyhez hasonlítottad, és a gyakorlatokat a a mantrát pontosabban, amikor arulról elkezdjük forralni a vizet, a leborulást, amikor vésővel meg kalapáccsal elkezdjük ütni, és a, a, a leülés pedig, amikor szépen elfújja a kis elpárolgó csapadékot a, a szél. Azóta megváltozott a hasonlat, mert a klímaváltozás felgyorsult, és most pontosan az ellenkezője fog történni, tehát az első nagy leboruló gyakorlat az, amikor megszűnünk szénhidrogéneket használni, megszűnik a szén kibocsátás. A második nagy gyakorlat, amikor aktívan kivonjuk a légkörből a széndiokszidot, a metánt és az egyéb üvegházhatású gázokat. És a harmadik fázis az, amikor újra termeljük azt a faunát és florát, amelyel a föld ismét egyensúlyba kerül. Folytasd. Mégis az ülésen van a hangsúly, annak ellenére, hogy, hogy a leborulás koptatja legjobban a karmát. Miért? Azért, mert A nem mozduló test, nem mozduló beszéd és nem mozduló tudat az az ülés alatt jöhet létre leginkább. És paradox módon, hogyha te nem látod azt az ülés alatt a lelked tükrében, amit látsz, akkor te nem kezdenél el énekelni és leborulni. Ha elgondolod, hogy a kezdőknek mit tanítunk, pontosan azt tanítjuk, amelyet hétköznapi értelemmel fel tud fogni, és a meditációs tapasztalata vissza is igazolja. Ha azt mondanánk, hogy szervusz, örülünk, hogy megjelentél a templomban. Na most 800 leborulással kezdenénk a holnapi napot, még a 108 is olyan, hogy utána nehezen mész le meg fel a lépcsőn. Tehát jöjjön csak rá az az illető, hogy a kis hátizsákjában mit visz. Hogy milyen elképesztő lélek feladatai vannak. Hogy milyen karmát hozott le. Mert hogyha leül, megszűnik a testmozgása, a beszéd mozgása, és így a tudatmozgását nagyon jól látod, akkor elképesztő motiváció lesz, és ezt a fajta önálló, belülről jövő késztetést, ezt nem pótolja semmi. A másik az, hogy fizikailag a szanga egy jó része a 108-at nem tudná megcsinálni. Ha ezen a fizikumon keresztül kellene csak gyakorolni, azért az elég nehéz lenne. Tehát mindenki annyit vállaljon az éneklésből és a leborulásból az ülőgyakorlat mellé, amennyi a szellemi komfortérzéséhez kell. Tehát senki nem mondta Lacikának, hogy te, hát menjél már el Valentinnel a kertészházba. Oszt énekeljetek, meg leboruljatok, meg hasonló. Tehát ez azért nem hangzott, mert teljesen felesleges. De nem tudom a szabadságot tanítani. Azt tudom megmutatni, hogy a kötöttségeket hogy lehet meghaladni, és hogyha szeretnéd, akkor megteszed. Hát ezért nincs lusta zen gyakorló. Mert ha lusta, akkor nem gyakorol. Ha meg akkor meg már nem lusta. Több kérdésem is lenne. Az egyik azzal kapcsolatos, hogyha jól láthatóan és az elmondottak alapján is azt tapasztaljuk, hogy akár az itteni templom törekvései is, a fogyasztói társadalom teljesen ellentétesek, akkor egyáltalán hogy lehetséges, hogy ez itt létezhet és működhet. Nem ellentétes a fogyasztói társadalom törekvéseivel a templom léte és működése. Mi is járunk a piacra, hozzánk is hoznak zöldséges ládákat, mi is termelünk a kertben zöldséget, mi is fogyasztunk, ürítünk, és a többi. Nem ellentétes, de másra használjuk fel az energiát. Az, hogy te Mire használod fel azt az energiát, amelyet kényszerűen elfogyasztasz a mindennapi homeosztázisod miatt a természetből, az dönti el, hogy milyen irányba mész. Az dönti el, hogy ez a szerencsétlen növény kinek adta az életét. Jó? Az oltáron található tárgyak, mint jelképek szerepelnek, és lehet -e erről bővebben hallani. Hogy... Az oltárnak három szintje van. Az alsó, a középső és a felső. A felsőn csak a butha van, a középsőn mindaz, ami felajánlás vagy kérés, és az alsón van az öt elemnek a reprezentációja, és így összekötjük a látható és érzékszervi világot, a tapasztalható és transzcendenssel. A képek, amelyeket látsz akár a szobor mögött, akár pedig különálló képként, azok nem pusztán ábrázolások, fogd föl őket kapuknak. Kapuknak, amelyek a transzcendens világra nyílnak. És amikor gyakorlunk, akkor ezek a kapuk megnyílnak, mert a tudatunkat alkalmassá tesszük előbb-utóbb ezeknek a tapasztalására. A szobor az nem jelkép, és nem a szobor előtt borulunk le, hanem többféle funkciója van. Az egyik, hogy emlékeztet arra a Sákja Munyira, aki húsvér alakban ezt az egészet egy élet alatt végignyomta. Tehát megvilágosodott, tanított, és utána elköszönt. Tiszteltet adunk neki, az összes pátriárkának, mátriárkának, szerzetesnek, szerzetesnőnek, világi férfinak, világi nőnek, akik a tant elhozták ide 2500 éven át, és nagy részüket nem is ismertük, és több millióan vannak. A zenben csak több tízmillióan, ez biztos, és magában az intenzív gyakorló vonalban pedig több millióan. A másik a buddha természetednek a jelképe. Tehát az, hogy mindegyikünknek ugyanaz a lehetősége a megvilágosodásra. Csak a karmánk más. Az például ebben a szoborban testet ölt és megmutatkozik. Amikor leborulsz és ezt a mozdulatot folytatod, akkor a buddha természetedet emeled a személyiséged, a karmád fölé. Tehát ez a harmadik fontos aspektusa. Úgyhogy ezért is borulunk le, és adunk tiszteletet, ismerjük el, és újból fölismerjük a buddha természet univerzalitását, és a mozdulattal transformáljuk is a karmánkat, és meg is haladjuk azt. Az előbb a környezetváltozásról beszéltél, és ezzel kapcsolatban volna egy kérdésem, hogy a, a két végpont között, Azaz, hogy a teljes emberiség úgy, ahogy van, megmarad, és valahogy átlendülünk ezen a <kül> szituáción, illetve hogy megszüntetjük a, az emberi ö, testetöltés lehetőségét a bolygón. Te milyen ö, spektrumot látsz, hogy milyen kimenetelek lehetségesek? Hát e két szélsőség kivételével minden. Tehát ez így, ahogy van, nem fog megvalósulni, és így nem veled vitatkozom, és tudom, hogy nem azért kérdezted, hogy bármelyik nézőponttal egyetértsek. Nemrég szakadt le a Genovai autópálya híd. Kiderült, hogy a 61-es építkezés óta meg a forgalom rajta, és nem volt rendesen karban tartva. Jött egy vihar, akár még villámcsapás is, egyszer csak leszakadt. Úgyhogy ezt nem tudták előre. Na most ez az ökoszisztéma, amelyik már több sebből vérzik, ez pontosan ilyen. Tehát ezt a Földet nem 7,3 milliárd emberre méretezték, ilyen tudatszinten. Tehát vagy a tudatminőségünk fog emelkedni, és ezáltal a Földhöz való viszonyunk megváltozik, az egymáshoz való viszonyunk megváltozik, és a többi, vagy a mennyiségünk fog csökkenni. Annyira sosem fog csökkenni a mennyiségünk, hogy az ember teljesen eltűnjön erről a bolygóról, ezt a korábbi tömeges kihalás események is mutatták más fajokkal. De az, hogy elképesztő kemény visszajelzést fogunk kapni a személytelen intelligenciától, amely a Föld, az teljesen biztos. Hát csak a 2017-es hurikán szezon nézd meg, csak az idei elképesztő meleg rekordokat nézd meg, az elképesztő erdőtüzeket, azt, hogy az északi sarkörön 30 fok volt, és hogy folyókban olvad a grönlandi hogy megy gajra a nyugat tartiszi összes jégmező. Ezt nem fogjuk megúszni. Tehát nem lesz mágikus technológiai áttörés, amivel hirtelen egyszer csak fölébredünk, és az a szén arány, ami most kb. 405 ppm, az mágikusan lemegy mondjuk 300 alá, ami a biztonságos lenne. 280 lenne a nagyon jó, 300-al még elbírnánk, az lenne az átlag, mert 280 és 320 között mozgott. 800 ezer éven át, ha a jégleleteknek meg ilyeneknek lehet hinni, és úgy tűnik, hogy igen, mert a tudósok rakásra vizsgáltak mindent. Lehetett látni ezt már a 70-es évek környékén, a 80-es években már mutatkoztak jelek, 90-es években kezdett elszaladni, és a 2000-es évektől voltak olyan részrendszerek, ahol már láttuk, hogy a visszanemtérés pontján túlhaladtunk. Tehát nem lehet restaurálni a 14 nagy ökoszisztémából jó párat. És 2015-17 környéken azt el elkezdett elszabadulni a pokol, és az egyetlen egy nagy fájó pont az, hogy nem lehet azt mondani, hogy nem tudtuk. A 70-es évek óta tudjuk és nagyon szilárdan tudjuk. Attól függetlenül, hogy a politikusok választási programjaiban elvétve szerepelt, mert ez nem nagy szavazatteremtő. Iszonyú lassan emelkedett a számunk. Valahol elfelejtettük az exponenciális függvényt. Tehát most letesztelem a hallgatóságot. Volt egy régi indiai maharádzsa, akinek óriási gazdasági problémái voltak, mert óriási földjei voltak, és megkért egy bölcsát, hogy hozza rendbe, és a bölcs rendbe hozta. És megkérdezte a Maharádzsa, hogy hát nagyszerű bölcs, igen kitűnő Maharisi, mivel jutalmazzalak? Egész birodalmam aranya nem lenne elég arra, hogy a szolgáltaidat kellően jutalmazzam. És azt mondja a bölcs, hogy nagyszerű maharádjai nem aranyat kívánok tőled, és nem ezüstöt, még csak drága köveket sem, én csak egy kis rist szeretnék. Akkor a már volt rizs, úgyhogy azt mondta a manács, hogy amennyit szeretnél. Jó, odahozták a saktáblát a bölcs kérésére, és azt mondta, nagyszerű Maharádzsa, tegyünk egy rizs az első kockára, kettőt a másodikra, négyet a harmadikra, nyolcat a negyedikre, tizenhatot az ötödikre, és hogyha így végignézzük, hogy a 64 kockában mennyi rizs férnel, én csak annyit szeretnék. És ez egy egyszerű exponenciális függvény. És el azt mondta a Maharaj, hogy hát nyugodtan, hát hozzatok annyi zsákkal, amennyivel kell. És ott itt egy másik bölcs is, és azt mondta, hogy nem ne mondja ilyet, mert az egész birodalomban több ezer éven át nincs annyi rizs, mint amennyi elférne ezen a 64 kockán, hogyha 2 a 64-en. meg, hogy ez hány szám. Nincs annyi homokszám a földön. Úgyhogy nem értjük ezt, és azt sem értjük, hogy az adott összeg, ami a nullától a 99%-ig volt, az csak a fele annak, ami a 99. és a 100. lépés között van. Tehát ezért van olyan, hogy, hogy demonstráltad a jéghegyjel, hogy ahhoz a 90%-nak el kell fogynia, 10% alá, hogy a felső 10% nehezebb legyen, és megforduljon, és el fog fogyni. Tehát nem fogjuk észrevenni, mert így megy fölfelé az egész, és a mai napig az emberek szándékos tudatlanságban élnek, illetve tartják egymást. Tehát nem fogjuk észrevenni. Pedig már rég észrevehettük volna, de még mindig azt választjuk, hogy majd csak lesz valahogy. Nagyon cudar világ lesz. Készüljünk föl. Mivel tudsz fölkészülni? nagyon sok minden, nem most nem mondom azt, hogy legyen vegetáriánus, meg járjál izé, biciklivel, meg ilyesmi. Nem ez a legfontosabb, és ezek már egy kicsit túlhaladták a megoldást. Igen, te járhatsz biciklivel, és legyél vegetáriánus. <coughs> <coughs> Tehát a lényeg az, amit szerintem nagyon fontos megállapítanunk, a közösségben, mint emberi társadalom követtük el ezeket a nem kicsi ballépéseket, akkor mint közösségnek kéne megoldani. Az egyén ezt nem tudja megoldani. Olyasféle tudatos közösségeket kellene építeni, létrehozni és fenntartani, ahol ezeknek a problémáknak egyrészt tudatában vagyunk, másrészt kidolgozunk egy olyan megoldást, amely elsősorban a szellemiekkel és a tudati valósággal kezdődik. Mert itt volt a hiba korábban. Nem vettük tudomásul az ok és okozat működését. Tehát egy olyan közösségkel, amelyik tudomásul veszi az ok és okozat működését. Amik például bizalmi alapú, és nem pusztán verseny alapú, ahol megosztjuk az erőforrásokat, és nem pusztán elsajátítjuk az erőforrásokat, ahol a természet törvényeinek a megismerése párosul a természetben való léttel, ahol az egymásra utaltságot éljük, felismerjük, és egy magasabb szintre visszük. Úgyhogy meg lehet ezt oldani csak elképesztő erőfeszítés, és nem fog menni nagyon komoly veszteségek nélkül, ez már most látszik. Tehát az a három hurikán, amik 2017-ben ugye a mexikói öbből, floridai félsziget, Houston, egyebek, ezt végig szerintem ez csak a bemelegítés. És ott is több ezeren meghaltak. Úgyhogy ilyenek lesznek, és még, még komolyabbak, ahogy a Föld egyes részei elsivatagosodnak, máshol pedig az az eszmetlen mennyiségű vízgőz, amely az üvegházhatású gázok 96 az elkezd lecsapódni. Kerala most volt egy olyan árvíz, 800 ezer ember így homlász, és meghaltak több százan, lehet, hogy több ezeren mostanára. Pár évvel ezelőtt az orosz erdőtüzek, vagy olyan hőhullám, hogy Ománban 51,3 fok árnyékban. Ez is egy idei adat. Tehát ezek, ezek kikerülhetetlenek, és hogyha most megnézed, a hiteles tudorok nagy részt azt mondja, hogy ha most az összes széndiokszid kibocsátást mágikusan elvágnánk nullára, nem 35 gigatonna évente, mint amit most csinálunk, és az elmúlt években is nagyjából ennyi, hanem mágikusan elvágtuk az egészet, 2100-ig lényeges változás nem lenne odafent. Tehát az üvegház hatású gázok felezési ideje rosszabb, mint bármely radioaktív izotópé. Így. Tehát aktívan ki kéne vonni a légkörből legalább az egy harmadát annak, amit oda fölteszünk, és akkor beszélnénk, hogy 10 gigatonnáról, az 10 milliárd tonna játssz el egyszer, hogyha van időd a szünetben, hogyha egy 20 tonnás átlag tehervagonnal számolsz, akkor az hány százezer vagon lenne, és hány tízezer szerelmi, és egy hány pályaudvar kéne, és kiderül, hogy az északi félteke nem lenne elég pályaudvarnak. Hogyha ezt a 10 milliárd tonnát te vasúti kocsikba szeretnéd beletenni, hogy egy 20 tonnás átlag konténer az ott van. Az emberiség történetében nem volt olyan vállalkozás, hogy ekkora tömeget bármiből megmozgass vasércből nem termelünk az összföldön évente egy milliárd tonnát. Semmit, tehát hozzá hasonló dolgot nem csináltunk. És még mindig nincs meg a technológia. Kiszámolták azt is, hogy a légkör mennyit bír el, 1150 valamennyi gigatonna széndiokszid az, ami egyszerűen belefér. Egyszerűen nem fér bele több. A metánt most ne is vegyük oda, és az, hogy a permafrostból, meg a tundrából, meg szépen stabilan olvadnak, abból mi megy kifelé. Katasztrófa. Tessék fölkészülni arra, hogy még jobban egymásra leszünk utalva. Még komolyabb értéke lesz a bizalmi alapú emberi kapcsolatoknak, a természettel való egyensúlynak, és egy olyasféle társadalomnak, közösségnek, ahol az életnek több értelme van, mint a puszta vegetáció. Vagy fogyasztás, ami a vegetációnak egy kiterjesztett értelme. Egyéb kérdés. Az lenne a kérdésem, hogy ha valaki éppen olyan állapotában tart, olyan fázisban, hogy a meditáció közben túl sokat mozog a tudat, így vagy úgy hogy éppen az most csapázás, vagy mantrázás formájában jelenik meg, vagy ö, sztorikat mesél magának, vagy képek villannak be, akkor arra ülő meditáció közben, hiszen ülünk, elég -e a mi ez kérdés, vagy van-e valami? Nem, ilyenkor kell az, hogy a tanítvány a tanítóval megbeszéli a problémát. És akkor a tanító receptet ír föl rá, általában napi több száz leborulást, vagy intenzív munkát. És e közben lehet mantrázni úgy, hogy teljesen más eredménye lesz, mint hogyha ülés közben ottan remegnek az ereztékek és kicsapnak a szelepek. Hát tényleg van olyan karma, aminek olyan energiája van, hogy fizikailag nem hagy ülni. Van ilyen. Vagy az van, hogy túl kevés az energia, akkor elalszom, vagy az van, hogy akkora az energia mennyiség, hogy fel akarsz robbanni. És akkor szoktunk röhincsélni a darma teremben, meg hirtelen fejet vakarni, de nem is vettem észre. Megszólalok, de miért szólaltam meg, és nem is vettem komolyan, amit hallott, stb. Tehát borzasztó dolgokra vagyunk képesek, csak azért, mert euh, tudatosan lezártuk a kuktának a kiáratát, és ott belül az ott for. Tehát mit csinálunk akkor? Leborulás és éneklés. Úgyhogy mindenre van gyógyszer. Ha Bizonyos tisztább vagy elcsendesedett ö, szakaszok után jelenik meg ilyen túlagyalós, túlröhincsélős, akár túl jajgatós, mindenféle elme és érzelmi tevékenység, akkor annak mi lehet az oka akár? Nagyjából te vagy az oka, és ennél tovább nem is mennék, ugyanis a te itt jelzi mindazt a karmát, amivel még azonosulsz, és az izsákodban úgy viszed, hogy nem látod. Azt hiszed, hogy ez te vagy. Teljesen mindegy, hogy hány, és milyen színű, és milyen alakú oka volt. Hogy most azt az egészet visszaírd az ürességbe, és ebből a sok-sok gondolatból, érzelemből újra energiát csinálj, na, ez a feladat. Teljesen mindegy, hogy mi volt a múltban. Itt és most cselekedj helyesen. Kész. 108-as számról szeretném kérdezni, hogy honnan ered vagy, hogy... Két szomszédja van, a 107 és a 109. Hogyha a kettő között itt megnézed, pont ott van. Nem matematikailag kérdeztem. Hát ez nem is volt matek, mert ahhoz nem értek. A mahaján a buddhizmusban a 108 egy olyan nevezetes szám, amely állítólag a buddha tanításaiból ered, és 108 szenvedésteli állapotot jelölt meg, amelyre 108 buddhiszatva ugye, gyógyírt kínál. És a 108 buddhiszatva és buddha előtti leborulás az a 108-nak az eredete. És ehhez képest azért a hindu asztrológia ezt megspékeli rendesen a 4 x tel ugye? és ezt, hogyha valaki ki szeretné kutatni, tegye, de itt azért jóval többről van szó, mint egy puszta buddhist eredet. De, hogy a 108 az egy nagyon jó szám a leborulásra, az biztos, mert olyan 12-13 perc, az egy nagyon egészséges gyakorlat. És ö, teljesen mindegy, hogy hány szenvedésteli állapotot azonosította a buddha, akkor is le kell borulni, ha csak egy van, akkor is, ha 10 millió. Mert azzal a leborulással emeled a buddha természetedet a karmát fölé, és így éred el az egység állapotot. Tehát a 108-nak historikus, módszertani vallásos és egyéb eredete van, amely itt szerencsére nem számít. Köszönöm. Szívesen. A koan gyakorlattal kapcsolatban kérdezném, hogy mi, a, mi az eredete ennek a gyakorlatnak, és hogy az a rendszer, amit most használunk, az hogyan, hogyan alakult ki a történelem során? hát ha megnézed a Lámpás átadása című gyönyörűséges opuszt, onnan kiviláglik, hogy azért a tagdinasztiában se voltak semmik a történetírók, és úgy írták meg a Buddha és a botidarma közötti 28 pátriárkának a történetét, mintha az teljesen zen lenne. Tehát az any már a Buddha zenmester volt, helye közel. Tehát amit a Buddha idejéből tudunk, az a virágprédikáció, hogy ott ült szótlanul, aztán egyszer csak felemelt egy virágot, és akkor mahakás söpő elmosódott. És akkor azt mondta a Buddha, hogy rendelkezem az igazság szemével, a forma nélküli igaz formával, a mindent megváltó a kapujával, és ezt a tant így átadom mahakás söpének. Téravel erre nem emlékszik. Tehát ez a zenben van benne, és teljesen mindegy, hogy emlékszik-e vagy sem, ez nagyon jól működik így, vagy. Rengeteg uh, story volt Nágár de igazából Botidarma 14 generációval később ő vitt át a tantú úgy Indiából Kínába, hogy a vúralkodóval való párbeszédei a Nágár mahaján a filozófiát teljesen beteljesítették, és abszolút működésben megmutatták. Bótidarmának a találkozóját uralkodóval azért mondom, mert ezek azok a párbeszédek, ahol már teljesen nyomon követhető, hogy itt bizony paradox lesz a szútrából. És ez így szólt, hogy búralkodó fogadta botidarmát, és megkérdezte, hogy számtalan templomot emeltem, számtalan szerzetes támogattam, mennyi erényt nyertem ezáltal? Erre azt mondja a Botidarma, semennyit ez ugye a lótusz töketesen tökéletesen ellentmond, és hát akkor megdöbbent az uralkodó, és megkérdezte, hogy de hát akkor mi a jelentése a szent iratoknak? Erre azt mondja a végtelen tér semmi szent. Ez már tényleg kicsit sok volt az identitás alapú buddhizmusnak, és azt mondta erre az uralkodó, hogy de hát akkor ki áll előttem? Fogalmam sincs. Vagy nem tudható, wushun. És ez az, amikor Bóti a zent így lerakta Kínába. Ez a három kérdés válasz. Ezek után átkelt a Yangtze-n, miután kilenc évig ült Shaolinban megjelent Hui Kó, és ő lett az első kínai pátriárka. És ugrunk egy ötöst, ott van a hatodik, és a hatodik pátriárka az, aki tényleg megmutatta költeményben és élő kérdésben és válaszban, hogy hogyan lehet meghaladni a tudást és a paradoxonon keresztül visszajutni igazi önvalónkhoz. Ha megnézed a különbséget a Shen féle vers és a hatodik az azaz Nohengzsa, később Huining verse között, akkor látod azt, hogy a szutra buddhizmus hová jutott, a testa bóthi fája, a tudat a tiszta tükör álványa, mindig tisztítsd, tisztítsd, ne engedd, hogy rárakodjon a por. Ez volt sensziú költeménye. Ez így szútrába, ez érthető, ez világos, te tisztogassad magadat, és minden rendben lesz, stb. Hatodik pátriárka, aki akkor még nem tudott írni, felíratta a következőt. A bóthinak nincs fája, a tiszta tükörnek nincs álványa, eredetileg semmi sincs, hol a por? Ez a -e. És akkor kalandos módon megkapta a tant, és akkor menekülnie kellett, üldözői utolérik, főleg az, aki volt katona, és nagyon tudta, hogy hogy kell nyomkeresni, és akkor a hatodik pátriárka nem tesz mást mint előbújik a rejtek helyéről, megkérdezi az üldözője, hogy én a darmáért jöttem, nem pusztán a buddha relikviáért, mint kassa és tál. Kérlek, taníts. És erre azt mondja a hatodik pátriárka, amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? Ez az első koan kérdés. A válasz persze akkor még nincs meg, egy kicsit azt még dolgozni kell. De ez a mi ez kérdés, amit mi gyakorlunk, az hosszabb formájában ez volt. Amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? Magyarul mi az igazi önvalód? Tehát amit filozofikus formában fellesz az összes neovédánta advaitatamban, az gyönyörűen Kínában elkezd a helyzetekben a párbeszédek drámaiságában, az aktuális körülmények spontaneitásában elkezd virágzani. És eltelik megint egy pár generáció, már bőven benne vagyunk a tankban, a tank dinasztiában, és akkor ilyenek van, hogy unmunt megkérdezik a Épp ahogy kijön az árnyék szék, hogy mi a butha? És gondold el, egy szenior tanítvány szögletzászló mellőbb megpróbál gólt rúgni a bajnokság legnagyobb kapusának. És akkor azt mondja, azt mondja Unmund, száraz szarabotton. Tehát amikor bejön valaki az x-edik és ezt elolvassa, még akkor is üt, pedig már azért tanult, meg 21. század már megtanult egy kicsit tiszteletlen lenni. Tehát mi ez? Miről van itt szó? Hát arról van szó, hogy ugye ott áll a kis bota latrina sarkában, amivel a novíciusok ugye vízzel keverték a humán fekáliát, mert hogyha csak azt hogy kiviszik a földre, akkor az elégeti a vetést, meg a palántákat, meg mindent. Úgyhogy meg kellett keverni, novíciusok dolga volt, és amikor éppen a bot használton kívül volt, oda tették a latrinának a sarkába, mert hol máshol legyen. És ahogy az öreg mester jött ki és csatolta föl ismét a felszerelést, pont azt látta: bum! És abban a pillanatban, mit látsz, mit hallasz, mit teszel? Ez a reflexió, ez a tudatosság maga a budha. Nézzen egy ilyen mátsútrát, gyönyörű, tehát szubhuti alól és itt is ez az, az a magvai megmutatkoznak, a buddha maga húzza ki azt a szőnyeget, amely a buddha 32 ismertető jegye lenne. Nézd meg, a végén ott van, Subhuti, miről ismerszik meg a buddha? Igen, magasztos. Onnan, hogy nem függ a 32 ismertető jegyről. Előtt az egész szutát végtárgyalták erről. Jó? Tehát a hatodik pártjárkától már nagyon jól látszik, ez a szél és a zászló, ugye mi mozog, szél vagy zászló. Itt már nincs ismeretelmélet, itt már nincs diskurzív tudomány, itt már nincs semmi olyasmi, ami a gondolkodásnak a kényelmi zónájába visszahozná az embert. A tiszta intuícióig le kell lásni, az önvaló spontán működéséig le kell lásni, ahhoz, hogy visszajuss abba a tudatba, ahonnan a buthák és pártiákák tanítottak. Tehát amikor hallod a csoki gyár és a csoki hasonlatot, akkor érted meg, hogy nem osztunk csokit hanem elvezetünk a csoki gyárig, és a csoki gyár nem édes. A csoki lehet. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyszer mondtál egy történetet Szumszánzunimról, hogy uh, tanítványával egy szerzetessel ült a repülőn, és elkezdte csapkodni a, az előtte lévő uh, széknek a háttámláját, hogy van szembószá, van szembószá, és uh, és akkor a tanítványa nagyon ideges lett, aztán végül valahogy abba hagyta, szunkszenszunim, és utána azt mondta neki, hogy egyél egy banánt. Ezt még alatta mondtam. Na igen, szóval, hogy ilyeneket miért csinál egy zenmester, hogy... Megkérdezte, mert Muszánk van szó, akit mellette ült, és nem csak a repjegyet vette meg, hanem egész komoly támogatója volt az öreg tevékenységének. Miután megette a banánt, és a stewardesszek jöttek és lenyugtatták az zenmestert láthatóan, meg beszéltek a pilótával. nem, megnyugodott, és megkérdezte Muszang Szönyém Szungszán hogy Szonszanim, erre miért volt szükség? <laughs> és erre azt mondta <laughs> szükszám, szükszám, hogy Hát a pilóta épp a barátnőjére gondolt, és majdnem rossz gombot nyomott meg, úgyhogy is energiát kellett neki küldeni. <laughs> Így. Én Dani kérdését vezetném tovább egy kicsit, hogy a taoizmussal hogyan kombinálódott a zen, és hogy milyen olyan elemei vannak a gyakorlatnak, amit mondjuk kifejezetten taoistának nevezhetünk, vagy... Lassan kombinálódott. Lassan. Azért lassan, mert amikor két teljesen felnőtt és érett hagyomány találkozik a saját realizációs praxisával, akkor azonnyomban meglátják egymásban ezt a ezt a magas minőséget, és nem kezdik egy győzködni egymást, hogy te, hát akkor a nemes nyolc rét de nem, hát a tízbik a történet, de most milyen jó, hogyan jó, stb. Amikor Kínába beért a buddhizmus, már Krisztus korában ott volt, tehát a szútrák szépen elkezdtek szivárogni oda, bőven több száz évvel boti darma előtt. Akkor a taoizmus ott már nagyon megvolt, és nem Lao kellene indítani, hát ő buddha után pár száz évvel volt. Tehát egy teljesen kész taoista történet, praxis, és minden ott volt úgy, hogy Lao Tse csak leírta, de már több száz évvel előtte esetleg az ő időszámításuk szerint már több ezer éve létezett a taoizmus Kínában, ami egy elképesztő, egyszerű, tiszta, de mégis misztikus és a természettel teljes egységet fenntartó praxis volt. Meglátásom szerint a taoizmus visszavezette a strukturális buddhizmust abba az egyszerűségbe, ami a természet működése. És azok a költemények, sőt, merem mondani kuanok, amelyek annyira természetesnek hatnak most, az mind taoista mély szerkezettel rendelkezik. Meg lehet nézni, hogy azok a mahajána irányzatok, amelyek nem találkoztak a taoizmussal, azok maradtak a maguk indiai, nepáli, tibeti, mongol, komplexitásában. És ennek is van nagyon sok haszna, szépsége és egyebben, de a taoizmus visszaegyszerűsítette, és sokkal holdszerűbbé, misztikusabbá, de mégis tapasztalhatóvá tette a tant. És megmaradt az intellektuális struktúra napszerűsége is, hiszen rengeteg szútrát olvassunk ugye a zenben is. De a meghaladás mozdulata, a, a, költőiség, az, hogy a legnagyobb bölcsesség nem szóba fogható, az bizony tau is Ha megnézed a zen négy alapelvét, nem támaszkodás az írásokra. Nézd meg a Tao Te első versét, az út, mi szóba fogható, nem az örök út. Tehát azért nagyon sok visszhang itt egymásra talál. Úgyhogy örüljünk neki, hogy ez a szinergia bekövetkezett, mert azt hiszem, hogy ez a belátható vallástörténetben történetben az elmúlt 3-4 ezer évben így máshol nem volt. Úgyhogy ebből mi rengeteget nyertünk és rengeteget kaptunk. Egy kicsit, amit az előbb mondtál. Szunkszánzemester a zeniránytűben beszél a zen tablettáról, mikor találkozik egy fiatal fiúval, aki azt mondja neki, hogy szeretne egy barátnőt, egy jó állás, stb. És azt mondja neki Sung hogy jó van, akkor borjál le naponta ezerszer, és nem tudom hány kanszembószál rá, csinál, és akkor ez meg lesz, és meg is lett. És ez egy kicsit saját célra használás, mint hogy egy héttel ezelőtt valaki. Nagymajszter volt az öreg. Hogy gondolod, hogy ha hagyja azt a sok száz leborulást, akkor meg tudja tartani a barátnőt? Haha, -ha. nem lesz az ám úgy jó. Tehát ha elérte a célját, nagyon nem mindegy, hogy milyen eszközökkel érte el. Mert ezek az eszközök aztán később tovább viszik. Ha hagyja, akkor látja, hogy pontosan mi történik a tudattal. És gondolod, hogy az öreg csak ilyen jó kis életvezetési tanácsadást adott, hogy hogyan legyél te sikeres, meg vezesd az autót, ami még nincs is, meg... Ugye? Tehát nem ez volt. Itt az volt, hogy onnan indult, ahol az illető tudata volt. Az illető ezt és ezt és ezt akarta. Rendben van, megadom neked az eszközt. El akarsz menni gyorsan vásárolni a bevásárlóközpontba? Kapsz egy járművet. Menjél. Leparkolsz a bevásárlóközpontnál, és rájössz, hogy valójában egy űrhajót használtál erre. És akár mehetnél tovább is, transzcendens irányban, ha szeretnél. Egy idő után, hogyha például valaki abba hagyja a gyakorlatot, és engedi a tudatát beszenyeződni különféle dualisztikus butaságokkal, amelynek az eredménye a kapzsiság és a harag, akkor egész biztos, hogy hum -hum, hát akkor most mi a baj? És akkor tovább megy. A kidózásról szeretnék kérdezni, hogyha valamiben energiát szeretnénk tenni, amit úgy gondoljuk, hogy az jó akár másnak, akár nekünk, az, az lehetséges a... Vagy van, a, a kídó ajánlat, vagy, vagy hogy kell csinálni? Vagy... Lehetséges. A kídót azt lehet egy célért csinálni, legyen az emberi, vagy egyéb más cél. Tehát legyen az emberhez kötődő cél, vagy egy más anyagi minőséghez kötődő cél. Ez olyan, mint a tárgyas meditáció. Amikor a mihez kérdést ráirányítod valamilyen karmára, akkor az megmutatja magát, a környezetét, az okozati viszonyait. Mit táplál és miből táplálkozik. Amikor kidót gyakorolsz, akkor elképesztő mentális energiát teszel egy irányba. Például valakinek a gyógyulásában szeretnél segíteni. El akarsz érni valamit az életben. Ez mind rendben van, csak ne állj meg itt. Amikor a kidót gyakorolja az ember, az ahhoz hasonlít, mint amikor az óraüveget behozod egy napsütötte helyiségbe. Ahol eddig semmi különös nem történt. De az óraüveg fókuszpontjában olyan hő keletkezik, hogy mindent megolvaszt. Ha így megy a kídó. Azt szeretném kérdezni, hogy ha valaki most ismerkedik a zennel, mik az első lépések, hogy közelebb kerülhessen a tanításhoz? Fordítsd az energiát befelé, és láss belül. Mert meglátni azt, hogy mit viszel a lelkedben, mert a problémákat a felszínre engedni és mindeközben tarts meg egy olyan tiszta, tükörszerű tudatot, amely olyan, mint a tér, és százszázalékosan jelen van. Ez igaz a zen kezdetén, a közepén és a végén. A jó hír az, hogy az ennek úgy nincs vége, tehát ha egyszer, hogy belekóstoltál, úgy válik az életed részévé, hogy a formai részétől sohasem függ ez. Tehát merj őszinte lenni önmagadhoz, amellett, hogy meghaladod a karmádat. Nagyon sok ember nagyon őszinte önmagához, de nem hajlandó kikerülni abból a mókuskerékből, amit észrevett. A zen az szó szerint elmélyedést jelent, de néha nagyon-nagyon rossz dolgokban mélyedünk el. És nem igazi önvalónkat tapasztaljuk, hanem a karmák állandó hánytorgását. A meditáció nemes mestersége pontosan abból áll, és ott kezdődik, hogy mersz őszinte lenni önmagaddal, és meghaladod azt, amit látsz. És visszatérsz annak a keletkezési helyére. Hogy végre a tisztánlátásodból együttérzés és bölcsesség keletkezik. Hogy végre elvállalod az életet, amit élsz. Elvállalod a kapcsolataidat. Tudomásul veszed, hogy emberi testben vagy, és véges az idő. Ezek akármennyire is nyilvánvalónak tűnnek, legtöbbször ezeket nem vesszük tudomásul. Ebben a testben, ezen a Földön pontosan mit tapasztalunk, milyen életet élünk az annyira el tud menni a fejünk fölött, amennyire abstrakciókban, terméketlen rendszerekben, hideg, intellektuális, intelligens konstrukciókban gondolkodunk, és ezeket akarjuk a realitás helyére bepasszírozni, és nem megy. Hát vegyük tudomásul, hogy mi az, amit látunk, hallunk, szagolunk, tapintunk, ízlelünk, ilyen formán gondolunk, érzünk, beszélünk és cselekszünk ezeknek az okát és az okozatát. Adjunk neki egy irányt. És így az élet más minőségű lesz, mert a tudatod is más minőségű lesz, és akkor a halál is más minőségű lesz, és az újra születés is. A zen nagyon gyorsan visszahoz ebbe a pillanatba, hogyha az önvédelmi mechanizmusaidat nem tartott fönt. És hogyha valaki ragaszkodik a gondolkodásához, akkor egy darab kohant nem old meg. Nagyon gyorsan kijön a karma, és azért is ülünk itt pár tucatan, és nem pár százan, mert ez a fajta meditáció, ez a felnőtt verziója a transzcendens útnak. Itt tényleg közvetlenül a tudatra irányulunk, közvetlenül azt akarjuk tapasztalni, hogy mi az, ami bennünk lát, hal, szagol, tapint, ízlel és a többi. Nincs köztes réteg, nincs külön szimbólumvilág. Nincsenek magyarázatok. Iránymutatás van, interpretáció nincs. Nincs semmi és senki, aki legyengítse a saját karmát tapasztalatát. És ezért megerősödsz, és letisztulsz. Úgyhogy én azt mondom, hogy annyit vállalja az zen meditációból, az zen gyakorlatból, amennyit tényleg szeretné, hogy lást, hogy ezt te csinálod. De amit megtapasztalsz, az általattól nem menekülj el. Mert az is a tiéd. Hogyan kell vagy jó leborulni, azon túl, hogy lemásolható a többiektől a mozdulatsor? Önálló gyakorlatra gondolok, tehát nem a énekeknél. Úgy jó, hogy egyszerre figyeled a test mozdulatát, a lélegzetet és a teret. Van, akinek úgy jó leborulni, hogy mantrázik közben, van, akinek úgy, hogy belőle csend van, vagy engedi a gondolatokat kipörögni tapasztald meg, hogy neked melyik a jobb. De a leborulás az egy fantasztikus, tisztító gyakorlat. Ezt a mikrokozmikus energiakört beindítja úgy, hogy a csi elkezd lefelé menni elől, és fölfelé jönni hátul úgy, hogy erre nem kell külön koncentrálni, nem kell külön mozgatni. És egy nagyon tiszta teret, nagyon tiszta tudatot hoz létre, ahhoz térít vissza. Egyszer Szunkszenzen mestert megkérdezték, hogy mi a leborulás értelme. Azt mondta, hátrahagyod az összes karmádat, te és a világegyetem egyé váltok. Szeretném megköszönni azt, hogy ennyien együtt gyakoroltunk az elmúlt kilenc napban, holnap lesz a tizedik, és ne is adjuk föl egészen a végéig. Szerintem most már mindenki látja azt, hogy mi történik akkor, amikor betartod a szabályokat, és mi történik akkor, amikor nem. Úgyhogy ez a szellemi felnővekésünk szerves része hogy ez a tapasztalat is beépüljék a gyakorlatba. Szeretném, hogyha mindannyian tovább folytatnánk ezt saját elhatározásunkba, minél többet találkoznánk a templomban, és végeznénk azt a belső munkát, amely külsővé válva megszabadíthat minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm szépen!